Az előző időszakra az volt jellemző, hogy mindenki igyekezett még a nyár végéig befejezni az otthoni felújítást, illetve a nagyobb beruházásokat. Azok, akik viszont most vágnának bele építkezési munkálatokba, mindenképpen jobban járnak, mert több területen is olcsóbbak lettek a termékek. Mindenképpen olcsóban fog, ha a teljes palettát nézzük, mert azért jelentős részben nem csökkentek az építőanyagok, de azért nagyon komoly árváltozások voltak a falazó elemek, a szigetelőanyagok, faanyagok és egyes betontermékek piacán is volt azért árcsökkenés. A szakember elmondta azt is, hogy tűzifa tekintetében a vásárlási kedv a tavalyihoz képest kissé alább hagyott, pedig az árak jelentős mértékben csökkentek az elmúlt évi átlaghoz képest. Tamás Roland úgy gondolja, az idei évben eddig azért adtak el némileg kevesebb tüzelőanyagot, mert a múlt évben az energiaárak okozta pánik következtében az emberek jelentős tartalékot halmoztak fel. A tüzelőanyagok ára a tavalyi évhez és az idei első fél évhez képest jelentős mértékben csökkent, főleg gondolok itt a hazai akác tüzelőanyagokra. Az import termékek, a import tüzelőanyagok, keményfák azok jelentős mértékben nem változtak. Jelentősen csökkent tehát az ára szigetelőanyagoknál és a falazó elemek piacán. A tüzelőanyagok tekintetében pedig a hazai akáctermékek mutatnak 10-20%-os árcsökkenést.